ott voltatok az élmezőny közelében, a dobogó nem jött össze. Milyen az összkép? Jobbat vártunk, mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy jobbat vártunk magunktól. Az 1000 méteren a rajtot azt kell, hogy mondjam, hogy elrontottam egy kicsit, de ettől függetlenül is azért dobogóra számítottunk. Mennyire volt furcsa most azért évek óta, 4-esben készültetek, 4-esben mentetek világversenyen, most ebben a felállásban versenyezni? Furcsa volt, volt bennünk egy kis drug, de az előfutam után ez megszűnt, úgyhogy döntőre már úgy álltunk oda, hogy már éreztük, mit kell csinálnunk. Sajnos belecsöpentünk ebbe a mezőnybe, még nem volt tapasztalatunk, hogy versenyezzünk. Biztos vagyok benne, hogy tudunk ennél jobb teljesítmény nyújtani, és remélem, hogy még lesz lehetőségünk, hogy megmutassuk. Ha mondani az operatőr, ezt most tőle is kérdezhetném, de visszazökkentek most úgymond a rendes kerékvágásba. Hogy érzitek, jó volt most egy kicsit kiszakadni a négyesből, vagy esetleg elvesztegetett idő volt ez egy kicsit a VB felkészülés szempontjából? Nem gondolnám, hogy elvesztegetett idő lett volna. A VB-ig van még 4 hetünk. Biztos vagyok benne, hogy 3 hét nagyon kemény munka fog következni, és bízom benne, hogy a VB-n azért szépíteni tudunk, és 4-esben oda tudunk érni a dobogóra. Gondolom, a motiváció megvan ehhez. Persze, nagyon motiváltak vagyunk. Mindent megteszünk, hogy sikerüljön.